Üdvözöllek! Örülök, hogy itt vagy velem! Ha figyelmesen végignézed ezt a rövid videót, akkor megtudhatod a betegségek és az öregedés egyik fő okát, és azt is, hogy mit tehetsz ezek ellen. Az egészségügyi világszervezet szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólétállapota, és nem csupán a betegség hiánya. A teljes és boldog élet elképzelhetetlen egészség nélkül, ugye? Mégis azt látjuk, hogy évről évre egyre tragikusabb számokat mutatnak a statisztikák. Vajon mi okozza ezeket? Beazonosították azt a kulcsfontosságú tényezőt, ami a legtöbb betegség mögött meghúzódik, és ami a testünk felgyorsult öregedését is okozza. Ez a lassan kialakuló, rejtett, elhúzódó gyulladás. De mi lehet a kiváltó tényező? Az elmúlt évtizedekben nagyon megváltozott a táplálkozásunk, és ezzel együtt a zsírbevitelünk is. A modern étrendünkben drámai módon felborult két fontos zsírsav, az omega-6 és az omega-3 aránya. Omega-6-ból rengeteget fogyasztunk, ugyanis minden növényi olaj többségében ezt tartalmazza, például a napraforgó és a repceola is. Ezeket használjuk sütéshez, és nagyon sok van a feldolgozott élelmiszerekben is. Omega-3-ból ellenben elképesztően keveset fogyasztunk, mivel főleg a tengeri halak tartalmazzák. Ezekből pedig nem eszünk heti két-három kilót, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ellensúlyozzuk az omega-6 rendkívüli mértékben megnövekedett fogyasztását. Az Egészségügyi Világszervezet hivatalos ajánlása 5 az 1-hez, de a szakemberek szerint a 3 az 1-hez, vagy az az alatti érték az optimális. Ehhez képest a magyar átlag tragikus 25 az 1-hez. Ezért van nálunk ez az írdatlan mennyiségű testi probléma. Nézzük meg konkrétan, mihez vezet a gyulladás. A szív- és érrendszeri problémák Rákos megbetegedések Látáskárosodás Visszér és aranyér Inzulinrezisztencia A magas vérnyomás Emésztési gondok Időskori elbutulás Depresszió ADHD vagy figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, gyenge immunrendszer, izületi fájdalmak, pajzsmirigy rendellenességek, bőrproblémák. Ahogy látod, az egészség minden területére hatással vannak a krónikus gyulladások, és sajnos mindenkinek van olyan családtagja, ismerőse, aki szenved e képek valamelyikétől. Ha a sejtjeink jól működnek, akkor az egész testünk jól működik. A sejthártya főleg omega-6 és omega-3 zsírsavakból áll. Ha felborul a két zsírsav egyensúlya, akkor bekeményedik a sejthártya, és csökken az áteresztő képessége. Nem jut be a sejtekbe elég ásványi anyag, vitamin, nyomelem, illetve a méreganyagok is nehezebben jutnak ki. Amikor megtudtuk, hogy milyen sok esetben áll az omega-3 hiánya a problémáink hátterében, arra gondoltunk, hogy nincs itt gond, Bemegyünk egy bioboltba vagy gyógyszertárba, és veszünk halolaj kapszulát. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Megdöbbentő, de a legtöbb bolti omega-3 készítmény nem hatékony az egyensúly visszaállításában, mivel tenyésztett, illetve szennyezett területekről származó halakból készülnek. Ráadásul a legtöbb kapszula nagyon kevés hatóanyagot tartalmaz. A polifenolok értékes növényi vegyületek, amiknek rengeteg pozitív hatása van. A halak olajában lévő polifenol a tisztítás során tönkre megy, a gyártók nem pótolják vissza, viszont ezek nélkül az omega-3 képtelen beépülni a sejthártyába. De hadd tegyek fel neked egy egyszerű kérdést: honnan tudhatjuk biztosan, függetlenül a csillogó marketingtől, hogy egy termék helyreállítja-e a felborult egyensúlyt, vagy sem? Vagy hogy a táplálkozásunk és életmódunk miatt mennyire vagyunk kitéve a rejtett gyulladások romboló hatásainak? A balansz képesek vagyunk meghatározni az omega-6-3 arányunkat, és azt is, hogy milyen a sejthártyánk áteresztő képessége. Az itt látható részlet egy 34 éves hölgy első tesztjének eredményéből származik. Jól látszik, hogy a kívánatos három helyett 20,9 volt nála az omega-6-3 aránya, míg a sejthártya áteresztő képessége is jelentősen leromlott. Mi lehet a megoldás? Itt jelenik meg a Zénzíró nevű svéd tőzsdén lévő vállalat, ami már 2005 óta működik, és a világ 35 országában van jelen. A vállalat tudományos tanácsadó testületének elnöke pedig Dr. Paul Clayton, aki a világ egyik legelismertebb táplálkozás kutatója. Paul Clayton professzor, a Legyen az ételed a gyógyszered című könyvének a bevezetőjében ezt írja: Ez az új modell nem gyógyszereken alapul olyan egyszerű táplálkozási eszközöket mutat be, amelyek segítenek kordában tartani a betegségeket, és támogatják a szervezetnek azt a képességét, hogy saját magát gyógyítsa meg. Az egyik leghasznosabb táplálkozási eszköz a zinzinó szabadalmaztatott balanszolaja. Az északi tenger rövid életű halaiból kíméletes eljárással nyerik ki az olajat, amit, mivel folyékony, könnyen tudunk adagolni a testcsúlyunknak megfelelő mennyiségben. A polifenolt korai szüretelésű, hidegen sajtolt olívaolajból nyerik ki, majd ezzel és D-vitaminnal teszik teljessé a balanszolajat. A laboratóriumi mérések alapján is egyensúlyba hozza, majd folyamatos használattal fenn is tartja az omega-6-3 arányt. Jó a látásnak, támogatja a szervezetünket, optimalizálja a vérnyomást. Erősíti az immunrendszert, javítja az izületeink és a csontjaink állapotát, a szervezetünk erőteljes öngyógyító folyamatai újra be tudnak indulni. Amikor 120 nap után újra elvégezzük a tesztet, akkor a mérések szerint az esetek legnagyobb részében beáll az optimális 3 az 1 arány, vagy egy ahhoz közeli érték. Az előbb említett hölgy második balansztesztje szerint lehúzódtak a gyulladások, és majdnem tökéletesen helyreállt a sejtszintű anyagcsere. Mi nem értékesítünk, hanem tájékoztatjuk az embereket, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy miért fontos helyreállítani a felborult omega-6-3 egyensúlyt. A célunk minél több emberhez eljuttatni az Inzino nagyszerű egészségprogramját. A balanszolaj többféle ízesítéssel is kapható, nincs erős halíze. Meg kell erősíteni az immunrendszerünket és pótolni a hiányzó anyagokat. Az x tökéletes arányban és összetételben tartalmazza azokat a testünk működéséhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és egyéb hatóanyagokat, amikhez csak az étkezés révén ma már nehezen jutunk hozzá. A tudomány jelenállása szerint a belső doktorunk az immunrendszerünk leghatékonyabb beindítója, erősítője a beta-glükán, ami benne van az x is, a Protect pedig tisztán nagy mennyiségben tartalmazza. A viva alvás problémák, illetve stresszes életmód esetén lehet jelentős segítség. Míg az emésztés és a bélflóra helyreállítását a szükséges rostokat tartalmazó zinobiotik biztosítja. Hogyan tovább? Lehet, hogy kérdéseid vannak, amikre szeretnél választ kapni. Szívből kívánjuk, hogy dönts okosan, egyeztes most azzal, aki ajánlotta ezt a videót.